Kikaptak a vadmacskák, Zsámár Krisztián csapata vasárnap délután a Deac gárdáját fogadta. A küzdelmes és szoros mérkőzésen végül a vendégek 71-73-ra nyertek a cserháti csarnokban. Tipikus egylabdás mérkőzést játszottak vasárnap a vadmacskák. Zsámár Krisztián, a csapat vezetőedzője szerint nagyban megnehezítette a dolgukat, hogy a debreceniek jóval rutinosabb kerettel rendelkeznek, valamint egy véleményes ítélet sem segítette a hazaiakat a mérkőzés hajrájában. Különösen sajnálom, hogy 71-70-re átvettük a vezetést, és hát egy felpattanó labda gyűrűről sajnos elérte a palánkot, hozzáért a vashoz, a két játékvezető ezt nem érzékelte. Ebből kosarat kaptunk, nem fogom a mérkőzés kimenetelét ugye erre, de hát egy labdás mérkőzésnél én most, ha én lettem a játékvezető, nem lennék nyugodt, hogy ez döntött el a mérkőzést. Igyekeztek kompenzálni a fizikai különbséget a kanizsaiak, Jurko Noémi például extrát nyújtott. A délzalai erőcsatár 25 pontjával a mezőny legeredményesebbje lett. Nagyon sajnálom, hogy nem nyertük meg ezt a mai mérkőzést, hiszen hazai pályán azért szerettünk volna nyerni, illetve a csapat szerintem úgy is állt ez a mérkőzéshez, hogy mi győzni szeretnénk. Hát sajnos mi küzdöttünk, de ez most nem jött össze. Úgy gondolom, hogy az ellenfélnek jobban bementek a távoli dobások, illetve a tripláik, így ezt nehéz volt nekünk ledolgozni. A vadmacskák következő mérkőzése is hazai pályán lesz. Jurko Noémiék pénteken a DVTK U23-as csapatát látják vendégül.